A Pamkutya kalandok mai részében elmegyünk a Playitre, ahol találkozunk veletek. Felmegyünk a nagy színpadra, ahol váratlanul a világ legbénább műsorvezetőivé válunk. Nem értjük a játék lényegét, mi válaszolunk, vagy ők válaszolnak? Na de kezdjük az elején. Na lehet, hogy ez az intro most egy kicsit túlságosan epikre sikeredett, mert ez egy kicsit másféle kaland lesz. Igen, Playiten voltunk, és azt terveztük, hogy az egész Playitet bemutatjuk nektek a mi szemszögünkből. Tehát, hogy végig kamerázunk, mindig mondjuk, hogy mi történik velünk, meg ilyesmi. Nos, hát ebből semmi nem sikerült. Reggel mi is megérkeztünk, még nem a kabátjainkban, hanem csak szépen inkognitóban besurrantunk. Hát óriási sor volt már reggel, nem is tudom, ilyen 9 óra után valamennyivel hatalmas nagy sor. Azon gondolkoztunk, hogy mennyi idő alatt lehet itt bejutni. Összesen így a rendezvényen most 22 ezer ember volt ott körülbelül. Amikor odaértünk, egy kicsikét körbenéztünk még kabátok nélkül, és utána először kimentünk kabátba közétek. Nos, átnéztük itt a Playitet, meg mindent, és most először fogunk belevágni így ruhában, hogy kimenjünk. Igen, ez nekünk mindig nagyon izgalmas, konkrétan izgulunk. Na, kicsit most megyünk ki először itt a rejtek részlegből. Kövess minket egy kicsit, aztán megnézzük, hogy milyen lesz. Mindig nagyon vicces látni, amikor először kilépünk, és hogy meglepődtük, hogy ott vagyunk, és odajöttök, tök kedvesek vagytok, az tényleg tök jó érzés. Igen, és úgy van, hogy amikor az első néhány ember észrevesz minket, utána vesz észre több másik, és akkor elindul azonnal a fényképezkedés, meg aláírás. Igen, így hallatszódik, hogy pamkutya, így jönnek különböző helyekről. És onnantól mi már elvesztjük a fonalat, szinte nem is látunk semmit, csak a fotókkal, meg az írással foglalkozunk. Ez, ahogy mondtam, már voltak fix programjaink, ebből probléma is van, mert van olyan, hogy egyszerűen oda kell mennünk mondjuk délre valahova, és akkor ott kell hagyni mindenkit, aki esetleg már egy csomó sorban állt, hogy találkozzon velünk, meg ilyesmi. Nagyon rosszul érezzük magunkat ilyenkor, de egyszerűen nem tudunk mit csinálni. Szóval valamikor néha el kell mennünk, mindig olyan, hogy mondja mindenki, hogy még egy aláírás, vagy még egy fotó, de hát értitek, szóval valamikor menni kell. Igen, és ez mindig annyira rossz érzés. Rossz érzés, de más videósokkal is beszéltünk, ezzel mindenki szenved, erre nincsen megoldás, úgy tűnik. Az első ilyen fix programunk az a nagy színpadon volt, ahol a Beat the YouTuber játék volt, tehát az azt jelenti, hogy egy néző feljött és ellenünk játszott egy játékban. Gyere, mennünk kell! Mondjuk egy gangbisshez mit szóltok? Legyen gangbiss, megfelelnek? Felhívtunk két embert, először velem küzdött, meg az egyik utána meg Bélával. Mindketten nyertünk. Elég nagy fölénnyel, de egyébként nagyon jól játszottak a többiek is. Egyébként hozzátenném, hogy a múltkori Playiten Pista nyerte meg az egész napos ilyen játékot, és óriási mázlia volt, meg egy Xboxot is nyert. Igen. Hát úgy tűnik a véremben van a gamerkedés, de hát, tudjuk jól a paródia óta, hogy ez a gamer csatornával is kéne foglalkozni. Pista Gaming. Sziasztok, ez itt a Pista Gaming! Játszunk egy kis számítógépes játékot. Na, ezt még megbeszéljük. Na, rendben. Nem. Miután a nézőkkel játszottunk, ez tényleg nagyon jó volt. Utána összeresztettek egymással minket is. És hát, mondd ki. Pista szétalázott engem sajnos. Igen, és nagyon vicces volt, még a meccsünk előtt szavazott a közönség, hogy kinek drukkol. És bocsánat, de nekem, mindenki azt mondta, hogy én fogok nyerni. Erre az oldalra kiszavaz. És a másik oldal képviselőt is szeretném hallani. Ajaj! Jó, de hát tudták jól, hogy én egy nagy, kemény, hardcore gamer vagyok. Biztak, igen. Igen, szóval próbáltuk úgy csinálni, hogy a lehető legtöbbet veletek tudjunk lenni, csak akkor mentünk el, amikor muszáj volt, mert programunk volt, vagy már olyan szinten melegünk volt, igen, mert nagyon sokan kérdeztétek, hogy mennyire van meleg, hát nagyon meleg nagyon. Van, és amikor már izzadtunk teljesen, és egyszerűen le kellett pihennünk, sokszor volt olyan, hogy hátra kellett rohannunk, és levenni a kabátokat, és lefeküdni. És igen, furcsán is néztek ránk ott hátul ilyen dolgozók, hogy mit fetrengünk ott ilyen leizzadva, hát na mindegy, igen, nekünk ez a sorsunk sajnos. Na, utána volt egy ilyen egyórás ilyen aláíró szekció, amikor ott voltunk. Szerintünk ez egy kicsit rosszul volt megszervezve, mert hatalmas sorok voltak, de olyan óriásiak, hogy szerintem lehetetlen volt egy óra alatt kiállni. Az a helyzet, hogy ezt nem lehet jól megszervezni. Nem lehet jól, igen. Szóval nagyon-nagyon sok ember volt, aminek persze nagyon örültünk. Egyébként elképesztően durva, hogy mennyi fotót csinálhatunk egy ilyen nap. Nem tudom, hogy te meg tudod-e sakszolni. Ja, hogy mások telefonjaival? Hát, na igen. Ezret? Nem tudom. Lehet, hogy közel 1000 selfit csinálunk, meg mindenfélét. Na mindegy, de hát persze csináltunk a sajátunkkal is, amiket egyébként kiraktunk a saját Instagram oldalunkra is. Igen. Érdemes megnézni, Vadi Jói.
És mostanában többet posztoltunk Most vagyok hashtaggel, ami egy app, akik megkerestek minket, és tervezhettünk bele egyedi kereteket. Pamkutyás kereteket. Vagyis, hogy egyet. Egy darab pamkutyás keretet, több videós is csinált ilyeneket, szóval ha van kedvetek, akkor ti is kipróbálhatjátok. Igen. Link itt van a leírásban, és egyébként az Instagramunk linkje is ott van a leírásban. Ami még nagyon nehéz volt, és láthatjátok itt a videón is, hogy amikor a helyszínek között mozgunk, akkor is nem tudunk feltétlenül szabadon mozogni, hanem még akkor is mindenki próbál lecsapni ránk. Nehéz kezelni ezt a helyzetet is, nem is tudtuk teljesen jól. Tehát néha menet közben próbáltunk még fényképezkedni, meg aláírásokat osztogatni. Igen, de azért ez nem olyan, szóval szeretünk egy pár szót azért legalább beszélni veletek. Igen, szóval ez ilyen személytelen. Igen. De na mindegy, rettenetes nehéz. Igen, volt egyszer egy két óránk, amikor nem volt semmilyen programunk, abból másfél órát egyébként veletek voltunk, meg beszélgettünk, de egy fél órát gondoltunk arra, hogy körbenézünk a Playiten, hogy pontosan mi is van itt. És eljutottunk egyébként a HTC Vive-hoz, ahhoz a virtuális valóság sisakhoz, amit a The VR-éktől már láttunk itt YouTube-on, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy milyen. Igen. Nagyon jól nézett ki. Pistit már láttuk fetrengeni vele a földön, aztán gondoltuk, ezt nekünk is ki kell próbálni. És nagyon szépen köszönjük egyébként Beának és a Nemesis Games-nek, aki ott felállította a standot, mert sikerült soron kívül bejutnunk. Igen, és elnézést kérünk azoktól, akik sorban álltak. Igen. Elvileg volt, aki 4 órát állt sorba azért a dologért, tényleg mindenki arra volt kíváncsi, szóval köszönjük, hogy mi bejuthatunk hamarabb, kipróbáltuk másfél percig fejenként. Kívülről nem tűnik annyira menőnek a dolog, de belülről mi ilyen serifek voltunk és banditákra lőttünk, az ott nagyon menő volt. Nagyon pontos ez a cucc, tényleg mint ott lettünk volna, nagyon király. Őrületesen jól lett, igaziból lehet lőni szinte. Köszönjük, hogy eljöttünk. És aztán volt megint egy nagy színpados, ahol úgy volt, hogy ilyen kvízjátékot csinálunk, és már készültünk is, hogy milyen kérdések lesznek, meg ilyesmi, de kiderült, hogy nem mi játszunk, hanem mi vezetjük a műsort, és a nézőket hívunk fel a közönségből, és ők fognak játszani. Ezek már a mi kérdéseink? Szerintem nem is, hogy nem értjük a játék lényegét, mi válaszolunk, vagy ők válaszolnak? Mi kérdezünk? Hát fel van írva. Na, ez egyszerű lesz. Azt még tudunk szerencsére. Na hát emiatt volt egy kis bénázás, mert fogalmunk nem volt, hogy mit kell csinálni, nem tudtuk a szabályokat, nem tudtuk a nyereményeket, semmit nem tudtuk. Konkrétan semmit. Mi felmentünk a színpadra, átadták nekünk a mikrofont, és a műsorvezetők elmentek konkrétan. Igen, valószínűleg pihenőjük volt. Lehet, hogy igen, akkor volt pihenőjük, amikor mi ott próbálkoztunk. Mondták, hogy jó műsorvezetést. Igen, mert a szabályokat ott kellett kitalálnunk, és néha még módosítanunk is kellett. Igen. Nem tudtuk. Volt rengeteg ajándék, mondták, hogy annyi ajándék maradt, hogy nyugodtan szórhatjuk őket. Igen, próbáltunk mindenkinek adni valamit. Igen, igen. Ezután pedig egy ilyen YouTube-os beszélgetésbe ültünk be. Itt beszélgettünk VR Pistivel és Janival, Viszkok Fruzsival, Anfield, a Dezső Bence, Maris, nem is tudom ki volt még ott, akit kihagytam, attól elnézést. Innen is aztán hamarabb el kellett jönnünk, de mindegy, egy rohanás volt sajnos. Sokat meg se szólaltunk. Két mondatunk volt. Kettő mondat, kb. Az se volt a legjobb. Srácok, köszönjük szépen. Bocsa, csak egy kicsit tudom maradni. Sziasztok! Kapcsolat nekünk, köszönjük. Összefoglalva, óriási élmény nekünk veletek találkozni, olyan erőt ad meg ilyesmi, hogy most tényleg egyébként belehúzunk a videózásba még jobban. Nagyon köszönjük az ajándékokat, és tényleg mindenki nagyon kedves volt velünk egész nap, úgyhogy köszönjük, mert tudjuk, hogy nektek is nehéz volt, mert rengeteg sorállás, meg rengeteg fáradtság. Úgy döntöttünk, hogy több ilyen élő eseményre elmegyünk, hogy lehessen velünk találkozni. Legközelebb a debreceni Playiten leszünk 14-én. Leszünk az OVS Festen is, a Budapest az június végén, az OVS Fesztivál. Igen, lehet, hogy a Facebook oldalunkon mindent kiírunk majd időben. Nagyon köszönjük, aki jött. Aki nem jött, annak meg reméljük, át tudtunk adni valamit ebből az egész hangulatból. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a mesélős fajta kaland is. És akkor a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!